Hogy hogyan lehet valakinek azt javasolni, hogy menjen 10 próbázónak? Hát nem szabad javasolni senkinek. Másrészt pedig én a versenyző koromban is azt tapasztaltam, hogy 10 próbázó az egy lelki alkat. Tehát baromi melót kell elvégezni, mennyiségű melót. Állandóan figyelni kell, és azt hit nélkül nem lehet. Ez egy hogy is mondjam, az a lelki alkat, azt tudom. Tehát például akárkiből sportoló nem lehet. 10 próbát úgy lehet őt kell elképzelni, mint a gátfutást láttál már, hogy 10 gát van egymás után, és amikor az egyik gátat leküzdöd, már a következőre mész, te mindig csak egyre tovább, és akkor végig kell a távot nyomni. Tehát a 10 próbázónak is elindul 100 méter síkfutás, aztán távolugrással, aztán súlylökés, aztán magasugrás, aztán 400, akkor kész az első nap, és ez... Második nap van a 110 méteres gáttal kezdünk, utána a diszkoszvetés, aztán rúdugrás, gerelyhajítás és az 1500 méteres, az a nagy halálat, az rettenetes. 1500 egyébként az egy nagy félelem mindenkibe. Én is féltem, tudod, mert az adrenalinnak, ami a terhelésnek hogy is mondjam, előkészítője, tehát ugye szűkíti az ereket és felkészít a nagy terhelésre. Az egyik mellékhatása a félelem. Na most a 10 próba utolsó szám előtt, a 10. szám után, az 1500 előtt, úgy kezded el, hogy így ültek a fűbe, ilyen szürke arcú halálfél, halálkönyökölt a szemükön. Most én ugyanúgy féltem. És ugye tanítványai tudják, hogy te magyar bajnok vagy? Igen. Hát én... Honnan tudják ezt? Amikor már egyrészt a Beac pálya ugye itt van a közelbe, ott van egy ilyen eredménytábla. Én még a 972-es eredményemmel még mindig ott vagyok a harmadik helyen, és amikor még a Beacot nem verték szét, akkor átjártunk oda, és amikor már nagyon nagy szájuk volt, mert ugye hát kivel brusztoljanak, hanem a testnevelővel, akkor gyere, mondom, megmutatom, hogy itt vagyok még. Majd ha te valahova itt a sor végére fölkerülsz, akkor oké. Meg van egy-két nagyon nagy szájú tudósabb, aki nem tudom, hogy mondtam, hogy benne vagyok a sport enciklopédiájában, ugye a 75-ös eredményemmel. Nem, tanár, mondom, menjék haza, azt keresd meg. Mert így statisztikában benne vagyok. Aztán behoztam egyszer az érmeimet, mert több is van, ezüstérem, aranyérem. Az a baj egyébként, hogy sajnos a mai utánpótlás, tehát a gyerekek, sokkal inkább ilyen vizuális élvezeteket szeretnek. Tehát nem nagyon lehet őket már terhelni. Mindig akad azért olyan, akinek mondom, ez a feszültségigény megvan, és akkor úgy rátalál valahogyan. Elég nehéz egyébként. Mit értesz azon, hogy ez a vizuális igény? Hát leül a tévé előtt, és ő a Rambó. Én azt szoktam mondani, hogy Magyarországon van 5 millió Rambó, 4 millió Schwarzenegger, akkor egy 500 ezer Michael Jackson, aztán akkor a maradék pedig nem tudom micsoda. És így fejben Rambó. Persze, leül, és akkor ő, aki ottan küzd meg harcol, hát a fele nem tudná végfele, hát alig tudná valaki végigcsinálni azt, amit a Rambó ugye, csak a felvételeken csinál a Sylvester Stallone. Azt el fel tud idézni, mondjuk ül egy gyerek egy fotelban, és ő azt gondolja, hogy ő a Schwarzenegger. Igen. Akkor mit mondasz neki? Szerinted ezt el tudod mondani? Hát, még én vagyok az a gyerek. De én azt szoktam mondani, mert itt próbálkoznak, hogy öreg, hazamész, megnézed magad a tükörbe, így kezded. Jó? Hazamész, és nem csak így a fejedet, hogy milyen szép vagy, hanem csinálj így, vagy mit tudom én. Szóval. És megfogod a hasát, hogy nézd, hogy hova vagy ennek, aztán? Ez nem mond nekik semmit. Hát, érted, mutatnám, levessem, hogy ez van, és tehát, hogy akkor már végképp nem megy a gyereknek, érted az agyába, hogy milyen nudli. Akkor mi gondol neki, hogy öreg, csinálj így, érted? Majd, hogyha neked is lesz ilyen púp, hát persze, hogy mindeniknek ilyen van, és mondom, nem így, hogy púpasodjam, tudod. Ezt érti. Akkor egy kicsit csendesebb vagy, nem is tudom, ez befogja az agyat. De ez a munkás dolog, amit te most mutatsz. Persze. Hát ez már csak a maradék. Amikor a Linda volt, a 70-80-as évek valamikor, ekkora nudli, esküszöm, másodikos gyerek jött, hogy lindázunk, tanár úr. Mondom, hát hogyan? Hát, íhú, ezt a visítást nagyon jól ment nekik. És hát lindázni akart. Hát és beugrott, tudod? Hát mondom, hát öreg, hát már valahol láttad, vagy csinált ilyen karate tanfolyamot, és akkor a mozdulatai azok primák voltak. És akkor így, na gyere, lindázom.
tudtad, és beijesztettem neki, már úgy, hogy rámozdultam, hogy elrepült, akkor adtam neki egy egészen kis pofon, de pofon volt, érted? És akkor a komik itt vissza is ütnek, tehát a Lindát ugye sose ütötték meg, és akkor teljesen érted, úgy valahogy lekerült a földre, másodszor még neki futott, de akkor már 2 méterről lindázott, és akkor ráijesztettem, elment a gyerek. Szóval nincs semmiféle konkrét fizikai élménye az eset gyerekeknek a 70-80%-á arról, amit lát. Nem kell, nem akarom provokálni magam, tudod. Nekem nagyon jó így a gyerekekkel óvatosan mozogni. Gyógymozgás, de nagyon megfelel.